Legtöbben tudnak az újraélesztés fontosságáról, de gyakorlatban nem tudják, hogy mit kell csinálni, ha összeesik mellettük valaki. Dr. Felföldiné Fel Justina előadásában elméleti és gyakorlati tanácsokat is kaptak a résztvevők. A kezünket összekulcsoljuk, mégpedig így. És a tenyér élet fogjuk ugye a szegcsont közepére helyezni. Férfiaknál egyszerűbb, mert ugye nagyjából a mellbimbó van a lába. Ezzel, ahogy összekulcsoltam a kezemet, a legnagyobb erőt gyakorlatilag a tenyérrel fogom kifejteni, és az ujjaimat pedig el fogom tartani a többi résztől. A karomat nyújtva, és gyakorlatilag a beteg mellett térdelek, akkor a saját súlyomat használva fogom a beteg mellkasát lenyomni. Na most az, hogy milyen mélyre kell nyomnom, ez az 5-6 cm mély, még azt is meg tudjuk majd nézni a babán. Az előadáson a defibrillátorok használatát is megismerhették a nézők. Helyezze fel az elektródákat. Ha megnézzük ezt, ugye akkor látszik, hogy ez kerül ugye a csontra, és itt vannak, hogy hova kell raknunk a két másik párnát. Nem is tudom máshova rakni, mert úgy van összekötetésbe egymással. A nézők is kipróbálhatták a babán a mozdulatokat. Aki nem tudott részt venni az előadáson, az a szekszárdi, paksi vagy bonyhádi mentőállomáson minden hónap első hétfőjén megtanulhatja vagy gyakorolhatja az újraélesztést. Az előadás végén bemutatták a Tartsd életbe című kisfilmet, melyben a valami Amerika film sztárjai szerepelnek. Így fogja össze az ujjaid. Az új ütköt mindig felfelé nézzelek. Aztán gyerünk, ami belefér.